Császár Enikő a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót és nézőt, ez itt a Hit Rádió és benne a Középpont, és kicsit birtokba vettük már előzetesen azt a stúdiót, amit használni fogunk majd a jövőben, úgyhogy itt köszöntöm nagy szeretettel megjelent vendégeinket, dr. Szoboszlai Kis Katalin, habilitált egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem etika-filozófiát tanít jogász hallgatóknak, jó napot kívánok! Lovászi László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, ENSZ emberjogi szakértő, jó napot kívánok, és dr. Németh Zoltán, orvos, lelkész van itt a körünkben, aki itt a Hit Rádióban már kedvelt vendégünk, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntünk, és köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm én is. És az apropója annak, hogy mi most itt összejöttünk és beszélgettünk, az nem más, mint a mesterséges megtermékenyítésnek, a Lombik programnak a témája. És először is Szoboszlai Kis Katalinhoz fordulnék azért, hogy kicsit beszéljünk arról, hogy miért is olyan fontos téma ez most. Ugye azt lehet hallani, több statisztikát lehet olvasni, hogy a meddőség nő a világon, és bár abban vannak viták, hogy a meddőségnek mi a definíciója, mégis több statisztika azt mutatja, hogy nem csökken, hanem növekszik azoknak a pároknak a száma, akik meddőséggel küzdenek. Tehát ezért egyre fontosabb az a kérdés, hogy hogyan tudnak ezeknek a pároknak segíteni. Hát amiért ugye elkezdtünk foglalkozni ezzel a témával, ezzel az etikai kérdéssel, elsősorban az, hogy a meddőség egy betegség. Tehát nagyon lényeges szempont és definíció, hogy két embert érintő betegség, tehát a házaspárt érinti. Ugye az, hogy növekszik a száma a meddő házaspároknak, vagy pároknak, ez azzal is magyarázható, hogy változott az életmód. Tehát teljesen más időszakban kezd a fiatal ember gondolkodni azon, hogy családot alapítson, és ennek megvan a nyoma természetesen a demográfiában is, a demográfiai adatokban. Azon kívül pedig ugye népbetegség. Tehát nagyon, nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy nem egy egyszerű, szinguláris jelenség, hanem valóban sokakat érint. És ami nagyon-nagyon lényeges, és el kell mondani, hogy például hazánkban, Magyarországon nagyon pozitívan van megítélve. Tehát a társadalmi elfogadottsága az elég jelentős, azt gondolom. Tehát hogyha bár ugye nyilván ez egy intim kérdés, és innentől kezdve nem is nagyon lehet néha csak szubjektív véleményekre hivatkozni, de arra figyeltünk ebben a cikkben, hogy tudományos alapról közelítsük meg, és vizsgáljuk meg azt, hogy igen, ma a világban körülbelül 50 millió házaspár érintett, ez nagyon magas szám. Hazánkban körülbelül, ha jól láttuk a statisztikai adatokat, ugye 2017-18-as adatokat tudtunk megnézni, egy 150-200 ezer meddőházaspárról tudunk jelenleg. Tehát úgy nagyjából ez egy elég erőteljes szám. Ami még érdekes az adott témában, hogy vallás-erkölcsi szempontból van olyan állásfoglalás, amely ugye ellenzi ezt a beavatkozást. Szerintem erről majd még lesz szó bővebben, illetve ugye meg kell neveznünk azt, hogy a keresztény egyházak esetében is esik tilalom alá a meddőség kezelésnek, ez a faj módja, ez a módszere, illetve a keresztény egyházaknak egy nagyon nagy százaléka viszont támogatja. Tehát, hogy mutatkozik egyfajta konfliktus, azt gondolom a kereszténységen belül. Sőt, azt is lehet mondani, hogy az ellenző egyház, ugye a katolikus egyház képviselőire gondolunk, illetve a hívekre, azon belül is látható egy diszonancia. Tehát vannak olyan házaspárok, akik élnek ezzel a lehetőséggel, holott valójában ugye az erkölcsi iránymutatás az pont az ellenkezőjét javasolná számukra. Ugye azért is érdekes téma, akár a mesterséges megtermékenyítés, illetve annak a, szokták mondani, hogy már a végállomása a Lombik Baby program, mert egy természetes folyamatba avatkozik be azért, hogy segítsen például a meddőpárokon. És Lovászi Lászlót kérdezném, hogy mennyire jellemző az a mai emberiség életében, vagy az egészségügyi területen, hogy a technológia jön és segít, akár azért, hogy az életminőségünk javuljon, akár azért, hogy hosszabb életűek legyünk, és akár azért, hogy egyáltalán létrejöjjenek életek. Ugye abból kell kiindulni, vagy abból lehet kiindulni, hogy úgy is lehet tekinteni a technológiai fejlődése, innovációra, hogy például, hogyha arra tekintünk, hogy a mai jelenleg élő
emberiség, vagy legalábbis a fejlett országokban élő embereknek a jelentős része a természetes szelekció alól ki lett vonva. Miért? Azért, mert a legtöbbünk védőoltásokkal úgymond túléltük azt a korai életszakaszt, amit mondjuk pár száz éven ezelőtt a biztos halál lehet volna ránk a védőoltások hiányában. És pont most a koronavírus járvány után lehet látni, hogy egyetlen megoldás volt az a védőoltásnak a felvétele, és a védőoltás az pedig tipikusan egy olyan beavatkozás, ami nem természetes egy beavatkozás, hiszen egy mesterséges eszközzel, mesterséges technológia által előállított, úgymond idegen anyag bevitelével a szervezetet úgymond meggyengítettük annak érdekében, hogy egy erősebb védelmet tudjunk elérni. Tehát magyarán egy olyan technológiáról beszélünk, ami pár száz évvel ezelőtt egészen biztosan hát boszorkányságnak ítélték volna meg, és teljesen más megítélés alá esett volna. Ez az egyik. A másik, egy kicsit visszacsatlakoznak ahhoz, amit Katalin is mondott, hogy egy picit azért annyiban árnyalnám ezt a kérdéskört, hogy igazából a legnagyobb probléma az, hogy ugye, majd fogunk erről beszélni, hogy a fel nem használt embriókkal kapcsolatban, és itt a katolikus egyház a faj egy nagyon markáns álláspontja, amit szintén feldolgoztunk ebben a tanulmányban, de mi úgy látjuk, hogy ezt az álláspontot részben megtámogatva, részben pedig kiterjesztve, kibővítve megpróbálj bemutatni azt a kontextus, azt a tágabb értelmezési keretet, ami viszont egyrészt magyarázza ezt az álláspontot, másrészt meg igyekszik megtámogatni azt az álláspontot, amivel az egész eljárásnak a legitimációját, erkölcsi morális alapjait próbálja alátámasztani, és ez miért fontos? Azért fontos, ahogy szintén elhangzott az előbb, hogy ugye egyre nő a meddőpároknak a száma, és ez szeretném hangsúlyozni, egy nagyon fontos kérdéskör, hiszen itt nem csak elsősorban arról van szó, hogy a nők lesznek meddők, hanem a férfiak is egyre inkább, sőt olyannyira, hogy most már lassan fele-fele arányban meddők a férfiak és a nők ilyen párkapcsolatokban. Ugyanis, és nem csak a életmód, és nem csak a későbbi gyermekvállalásról van itt szó, hanem a környezeti ártalmak és a stresszesebb életmódnak is köszönhetően, például a férfi spermiumoknak a száma, aránya radikálisan csökkent az elmúlt időszakban, ami azt mutatja, hogy a nemzőképesség globálisan folyamatosan és drámaian csökken, ami azt jelenti, hogy a technológia nélkül azt a termékenységi rátát, amit mondjuk 50-60 vagy 100 évvel ezelőtt természetes módon el lehetett élni, az ma már lehetetlenség elérni. És a mi alapvető célunk és szándékunk az volt, hogy erről a diskurzusra legyen egy tudományosan alátámaszható, jogilag, erkölcsileg, bioetikailag is megtámogatott diskurzus induljon erről a kérdésről, hiszen egyre több embert érint Magyarországon is. És akkor ehhez csatlakozva Németh Zoltánt kérdezném, hogy amikor ilyen orvosetikai kérdésekben kell egy egyénnek döntést hoznia, és keresztényként kell ezt megtennie, akkor hogy tud támaszkodni a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásra abban az esetben, amikor konkrétan a Bibliában például nincsenek erre vonatkozóan útmutatások? Valóban így konkrétan nincs benne az, hogy a mesterséges megtermékenyítésről mit mond a Biblia, de egy kereszténynek alapvetően két dolgot kell megvizsgálnia minden ilyen esetben. Az egyik, hogy a Bibliában találunk-e olyan útmutatást, ami mentén megérthető, illetve etikai döntést tudunk hozni az életünkben, tehát hogy jó-e vagy rossz, találunk-e ilyet benne. Ugye a legkönnyebb dolgunk akkor van, hogyha ez egész konkrétan meg van fogalmazva. Én szerintem az abortusszal kapcsolatban, ugye nem témánk, de ott egyértelműen megfogalmazza a Biblia, hogy aki titkon megöli az ő embertársát, az átkozott és bűnt követ el. Tehát ott egyértelműen láthatunk olyan bibliai példákat. A mesterséges megtermékenyítéssel nem találunk olyat, amit tiltaná, vagy valami ehhez kapcsolódó lenné. Ha nem találunk ilyet, akkor a következő lépés az egy keresztény számára, két dolgot vizsgáljunk meg. Az egyik, hogy a gyümölcsöket nézzük meg, tehát azt mondja a jófa, jó gyümölcs példázatra utalva,
hogy Jézus mondja, hogy a jó, csak a jófa tud jó gyümölcsöt teremni, tehát nézzük meg, milyen gyümölcsei vannak annak, hogy zajlik a mesterséges megtermékenyítés, immáron 43 éve ismerjük ezt a módszert, körülbelül, hogy számoltuk most, 8-10 millió között van, tehát egy magyarországnyi népesség van az egész világon, Magyarország népességnek megfelelő szám, akik mesterséges megtermékítéssel születtek meg. Vannak többek is, ugye a legidősebbek 43 évesnek, két gyermeke is van, többeknek vannak gyermekeik, születtek természetes szinten. Tehát, hogy ezt megnézzük, csak ezt a részét, akkor azt látjuk a gyümölcseiről, hogy működik és rendben van. A másik elv a Bibliában, amit fontos gyakorolnunk ilyenkor, az, amit Pál apostol mond, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ, nem minden épít. Tehát azt fontos megvizsgálni azon túl, hogy a Biblia hogyan nyilatkozik, hogy a dolgok hasznosak-e, építenek-e, segítenek-e, előre visznek-e a dolgokat, tehát építő hatásuk van. A 43 év szerintem elegendő idő van, amikor időre van szükség, hogy ezt kellő bátorsággal kimondjuk. Ha ezt nézzük, hogy itt 8-10 millió embert hoztak, és életre, az életet adtak 8-10 millió embernek, és akkor még vegyük, duplázzuk meg azokat a házaspárokat, akiknek boldogabb lett az életük nagy valószínűséggel, kiteljesedette, hiszen ez volt a problémájuk, a betegségük, és ebben adtak megoldást, akkor azt tudjuk mondani, hogy hasznos és építő a mesterséges megtermékenyítés. Azt gondolom, hogy ezek alapján bibliailag nem kéne, hogy kifogásunk legyen mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatban. Vannak olyan etikai szabályok a beavatkozás kapcsán, amit tisztázni fontos, tisztázni kell, szerintem érdemes megkitérni erre, hogy ezt leszögezzük, mert belenyúlunk a megtermékenyítésnek a titkába, csodájába. De az, hogy ez a szabadság, ez létezik, ez a minden szabad kategóriában ez benne van, és ha hasznos és építés, azt látjuk, működik, akkor ez elfogadható. Novászi úr ugye már célzott arra, hogy itt a Lombik program esetében az vetheti fel az etikai kérdést, hogy több embriót hoznak létre, és ebből nem mindegyiket használják fel. Katalin, kérdezném, hogy akkor hogyan is zajlik ez, egy kicsit beszélne erről? Hát a meddőség kezeléseknek egy nagyon kis százalékában alkalmazzák a lombik programot. És ez azt jelenti, hogy testen kívül egy mikroszkóp segítségével megtermékenyítik a petesejtet, ugye az leendő apa ivarsejtjével. És az eljárás maga tulajdonképpen egy szigorú értelemben vett gyógyászati eljárás, tehát egy medicinális lépéssor, rendkívül hosszú kivizsgálással, nagyon összetett és nagyon bonyolult az út, ahogyan oda eljut egy leendő szülőpár, és hát az eljárás sikerességét az nagy mértékben befolyásolja az a tényező, hogy milyen minőségű embriókat tudnak előállítani. És etikailag itt azt gondolom, hogy valóban meg lehet találni azokat a támpontokat, vagy kapaszkodókat, vagy éppen kritizálható elemeket, ahol valóban tudományos és társadalmi vitát kell folytatni arról, hogy megengedette vagy nem. Mondjuk a mesterséges megtermékenyítést úgy alkalmazni, hogy kísérleteket végezzenek az embriókon, az etikátlan. Ezt minden orvos azt gondolom, és minden józanul gondolkodó személy így gondolja. Aki eljut erre a gyógyászati klinikára, tehát a meddőségi centrumokba, hogy igénybe vegye ezt a szolgáltatást, én azt gondolom, hogy megfontolt döntést hoz. És az eljárások ugye már 2008-2009-ben ott tartottak, hogy a preembrió, tehát még a sejtszaporulatnak a 8-10 sejtes állapotában ki tudnak emelni ez a bizonyos PGD módszer, ki tudnak emelni sejteket, amelyek segítségével vizsgálni tudják azt, hogy az esetleg örökölt genetikai kromoszomális rendellenességek az adott embrióban ott megjelennek-e. És ilyen értelemben válogatnak az embriológusok a következő gyermek megszületéséhez. Ez valóban indukál egyfajta
elgondolkodást a tudós ember részéről is, hogy valóban megengedette megvizsgálni azt, hogy az adott mondjuk 4 embrió közül 2 valószínűleg betegségeket fog hordozni. Mi történik ezekkel az embriókkal, akikről kiderül, hogy betegséget hordoznak. És ugye erre válaszképpen az orvostudomány azt szokta javasolni, hogy gondoljuk végig azt, hogy a terhes gondozás során is végig vizsgálják különböző eszközök segítségével azt, hogy valóban egészséges, és ezek kötelező vizsgálatok a terhes gondozásban, hogy kiderüljenek ezek a betegségek. És van olyan orvostudós, aki azt javasolja, hogy ilyen esetben, hogyha tudott az, hogy a 2 személy valószínűleg, sőt 100%-osan hordoz valamilyen hibás gént, akkor inkább így derüljön ki ez a fajta rendellenesség, mondjuk, mint egy 17-18 hetes magzat esetében. Tehát van egy ilyen probléma. Azt gondolom, hogy ez valós etikai dilemmát jelent a szülőnek is, az orvosnak is, a társadalomnak is, a jogalkotónak is, mindenkinek, az egyháznak is, azt gondolom, a hívő embernek pedig különösen. Megkülönböztetném az ilyen speciális eseteket azoktól az esetektől, a lombik eljárás során alkalmazott azon esetek esetében, ahol ugye nincs ilyen genetikai hordozó probléma, egyéb mondjuk hormonális, vagy mondjuk hiányzik a pete vezetője a leendő anyának, vagy pedig oligospermia van, tehát kevés spermiummal rendelkezik az adott leendő apa, tehát akkor meg lehet nézni azt, hogy mi történik az eljárás során. Ugye annál sikeresebb lesz a leendő gyermeknek a megszületése, minél nagyobb számú petesejtet tudnak leszívni. Mondták ezt 10-15 évvel korábban. Ma szerencsére már nem itt tart az orvostechnika, ma már viszonylag kevés 10 alatti petesejtet tudnak kinyerni az anyai szervezetből műtét során. Ezt ugye laboratóriumi körülmények között, vagy egyszerűen ráengedik egy ilyen, hát lombiknak nevezett eszközben a spermiumokat a petesejtre, és akkor elindul a sejtosztódás, vagy pedig az úgynevezett ICSI, ez volt az IVF, a sima hagyományos lombik, az ICSI pedig, amikor egy injekció használatával, tehát egy tűz segítségével egyetlen kiválasztott spermiumot a biológus beinekcióz a petesejtbe. És akkor is elindul ugye ez a bizonyos sejtosztódási folyamat. Néhány napig vizsgálják, 3-4 napig adott testhőmérsékleten, nyilván egy speciális inkubátorban, és a ciklusnak megfelelő napján, tehát a sikerességi ráta érdekében, hogy megszülessen a gyermek, beültetik, visszaültetés történik. Tehát onnantól kezdve ugyanúgy természetes módon, a leghagyományosabb módon elindul egy várandóság. A kérdőjel itt megjelenik, hogy mi történik azokkal az embriókkal, akik ilyen hát kevésbé beteg paciensek esetében keletkeznek. Ugye le lehet őket fagyasztani, ez a vitrifikáció vagy kiroprezerváció másik néven. Erről is kell beszélni, ez is fontos etikai kérdés, hiszen nem kérdés, mindannyian megegyezünk abban, hogy az élet a fogantatással kezdődik, tehát védendő. Ha egészséges, ha nem védendő, ez egyértelmű. Tehát ez is egy következő etikai dilemma, hogy lehet-e végtelen ideig tárolni a leendő embereket a fagyasztó rendszerben. Tehát, és ugye adódik a kérdés az ellenzők részéről, hogy mi történik azokkal, tehát mondjuk most már a technika ott tart, hogy végtelen ideig lehet tárolni az embriókat. De mi történik azokkal az embriókkal, akik mondjuk az eljárás során pusztulnak el? Tehát az adott inkubátorban mondjuk 8 petesejtet megtermékenyítenek, és abból csak 4 lesz egészséges. Én erre azt olvastam, és azt tudom tudományosan is elfogadni, hogy a természetes fogantatás esetében hasonló módon van egy nagyon erőteljes szelekció. Nagyon magas a természetes vetéréseknek a száma. Tehát, hogy gondoljunk így ezekre az elveszett életekre, azt gondolom, mint a természetes szelekció során elpusztuló kis embriókra. Azt ugyanúgy meggyászolja az ember, mint ahogy a lombik során ugye nyilvánvalóan a leendő gyermekeit, akik ugye mondjuk nem tapadtak meg, vagy pedig feloldódtak az eljárás során. Egy nagyon rövid gondolat erejéig még magamhoz ragadom a szót, mert nagyon hosszan beszéltem. Nem szeretném elfelejteni, hangsúlyozni azt, hogy egy narrációs problémát látok az ellenzői oldalról. Tehát
nagyon, nagyon fontos beszélni a meddőségről, azt gondolom, a meddőségi eljárásokról, és nagyon óvatosan kell fogalmazni. Mert attól a perctől kezdve, hogy én kimondom, hogy mesterséges, kimondom azt, hogy nem természetes, egy alaphelyzetből történő visszahőkölést lehet tapasztalni, még akkor is, hogyha ugye nagyon társadalmilag támogatott ez az eljárás. Én azt javasolnám, és ezt az utolsó mondatok egyikében írom a tanulmányban, hogy nevezzük egyszerűen azt, hogy spontán fogantatás és nem spontán fogantatás. És innentől, ugyanúgy, mint a szülés esetében, tehát spontán szülés vagy irányított szülés, ugye a császármetszés esetében, és innentől kezdve valahogy a közös axióma, hogy az élet védendő bárhol, bárhol is, ugye az anyamében, vagy pedig valamilyen segítség formájában mondjuk a laboratóriumi körülmények között fogant, azt védeni kell. Ha egészséges, ha nem egészséges, ott felelősség terheli az orvost, az államot, a szülőt, azt gondolom. És itt át is adnám egyébként a Lovászi úrnak a szót, mert a tanulmányban ezzel kapcsolatosan, hogy a lége ferenda, tehát hogyan lehetne ezt mégiscsak ugye a fagyasztott életeket védeni, szülői gondoskodást felismerni, illetve elvárni kötelesség szerint az eljárásban, a gyógyászati eljárásban résztvevő házaspárok részéről, azt tulajdonképpen a Lovászi úr dolgozta ki, úgyhogy én ezt akkor most át is adnám a szót. Köszönöm. Hát, mielőtt erre rátérnénk, szerintem érdemes visszacsatlakozni arra, hogy ugye ez a vanishing twin jelenség, tehát az eltűnő iker jelenség, ami egyébként csak a ultrahang készüléknek az alkalmazásával derült ki valójában az 1970-es évek második felétől kezdve, hogy nevezetesen, hogy 10-40%-ban a ikerterhességek egy magzati terhességgel alakulnak át, mert a másik úgymond felszívódik, eltűnik, elvettél úgymond a terhesség korai szakaszában. Tehát van emelő, alapvetően a női méh, az, ha így lehet fogalmazni, egy személyre van tervezve, és a természet is ezt a típusú szelekciós mechanizmust alkalmazza. És hogy ha már szóba került az ultrahang, ez azért nagyon fontos, mert az egész problémakör gyakorlatilag tulajdonképpen két dologgal esik egyben. Az egyik, hogy a 70-es évek második felében megjelent az ultrahangkészülék, aminek volt egy nagyon érdekes aspektusa, most nem akarok erről bővebben beszélni, mert egy külön műsor megtörténne, hogy a Amerikában ugye szóba került az abortusz, hogy a Roe vs. Wade legfelső bírósági ítélet kapcsán milyen társadalmi viták voltak, és pont ott akkor egyébként a legnagyobb szervezetet vezette, irányította az abortusz érdekében. Annak a vezetője egy olyan orvos volt, aki amikor meglátta, elkezdte használni a ultrahang készüléket, és ő maga több tízezer abortuszban vett részt. Ő megtért, és megváltoztatta álláspontját olyannyira, hogy élete hátra lévő részében pont az abortusz ellen szemben lépett föl, és többek között véleményhez fűződik a Néma Sikoly című film, tehát Bernard Nathansonról van szó. És ha már ultrahang, akkor ugye szóba kell hoznom azt, és a tanulmányban ezt bővebben ki is fejtjük, hogy az ultrahang mellett azért vannak olyan úgymond nem természetes, tehát spontán, nem spontán, mesterséges természetes, nem természetes eljárások a születés misztériumával, a születés csodájával kapcsolatban. Azért az ultrahangról már beszéltünk, de kezdhetnénk egy több ezer éves innovációval, ami nem más, mint a császármetszés. Tehát a császármetszés nélkül jelenleg is gyerekeknek a milliói, tízmilliói halnának meg, mert nem tudnának megszületni, és ez egy olyan beavatkozás, ami abszolút mesterséges, hiszen technikai eszköz kell hozzá, kell egy harmadik személy, aki elvégzi ezt a beavatkozást, és enélkül pedig a tragédiába torkolik. És van még egy harmadik, vagy pontosabban egy negyedik is. A harmadik ez beavatkozás, vagy harmadik lehetőség, amit tulajdonképpen aminek az anonómiájára építettük az egész tanulmányt, és a katolikus egyház kifejezetten támogatja,
második János Pál kezdve 16. Benedek pápáig bezárólag, szerintem a mostani pápa is támogatja, ez pedig a szerv átültetésnek a misztériuma vagy csodája, hiszen egy olyan technológiáról van szó, ami azt jelenti, hogy egy halott, vagy még nem halott emberből átkerül egy szerv, annak érdekében, hogy az élet tovább folytatódjon, vagy egy életnek a megmentése érdekében következik be ez az aktus, és ugyanúgy mesterséges, hiszen szakszemélyzet kell hozzá, és ugyanúgy technikai feltételek kellenek hozzá. És úgy gondolom, hogy ezek a példák mind azt támasztják alá, hogy el a mesterséges megtermékenyítésre nem csak úgy kell gondolkodni, hogy ez egy betegség, és hogy egyre több embert érint, és ezért egyre fontosabb kérdés, hanem úgy kell tekinteni, hogy ez a mindennapi életünknek a részévé tud válni, kell, hogy váljon annak érdekében, hogy például a demográfiai folyamatokat is ellensúlyozni tudjuk, vagy legalábbis javítani tudjuk a tendenciákon. Például Csehországban is látható, hogy a mesterséges megtermékenyítés az itt ténylegesen a népesedési folyamatok, demográfiai folyamatok kezelésének az egyik fontos alappillére, és nem véletlen az sem, hogy a magyar kormányzat is ugye a meddőségi klinikákkal kapcsolatban az állásponttal helyezkedett, ami erre, hogy minél több ember számára tegye hozzáférhetővé, és adott számára is, akinek az anyagi eszközei korlátozottak, hiszen egy teljesen új lehetőséget lehetett ezáltal mennyi. Ami viszont a konkrét elképzeléseket illeti, mi csak javaslatokat fogalmaztunk meg, mert úgy gondoljuk, hogy az embriónak a donógiasításával kapcsolatban szinte valamit kell kezdenünk. Hiszen mi úgy gondoljuk, hogy az élet a fogantatástól kezdődik, és hogyha abban indulunk ki, hogy a gyermekek azok nem a szülők tulajdona, hanem csak felügyeleti jogokkal rendelkeznek a szülők, tehát még a szülőktől is függetlenek, úgymond a gyermekem, ugyanakkor viszont a szülőknek felelősséggel tartoznak, és ezt a felelősséget nem lehet egyértelműen is kizárólag csak a társadalomra, vagy az orvosokra hárítani, és ezért úgy gondoljuk, hogy olyan jogi megoldásokban kell elgondolkodni, vagy gondolkodni, amelyek azt a lehetőséget, vagy garanciákat biztosítják, amely az ilyen apró, ennek az apró életeknek a megmentését, vagy a megőrzését támogatják. Bocsánat, is még egy megjegyzés, hogy és ugye a legnagyobb aggályos pont ennek a technológiának a megalkotója mondta ki, ugye Robert Edwards volt, aki magát ezt a mesterséges megtermékenyítés technológiát 1978-ban létrehozta, és nála született meg az első lombik bémi. Ő maga mondta, aki egyébként 2010-ben orvosi Nobel-díjat kapott, mert ez a 20. század egyik legnagyobb orvosi technológiai csodája gyakorlatilag ez a eljárás. Ő maga mondta, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy ne olyan korba lépjünk be, ahol a szülők lesznek a bűnösek, akkor, hogyha mondjuk fogyatékkal élő gyerek születik, illetve, hogy lényegében nem szabad oda eljutnunk, hogy a szülők amiatt aggódjanak, hogy a gyerek minősége milyen lesz a jövőben. Tehát azért gondoltuk azt, hogy ez egy nagyon fontos kérdéskör, és ezt érdemes minden jobban alátámasztani, illetve kidolgozni. Akkor Zoltánnak adnánk meg a szót egyrészt, hogy reagáljon ezekre az aggályokra, amik felmerülnek itt a mesterséges megtermékenyítés körül. Melyek szerinted azok a fontos pontok ezekben, amelyekre oda kell figyelnünk? Igen, tehát keresztényként az a meggyőződésem, hogy elfogadható a mesterséges megtermékenyítés, viszont nagyon kell figyelni. Én is azt a nézetet vallom, hogy a megfoganás pillanatától kell számolni az emberi életet. Orvosilag sincs semmilyen olyan mai ismereteik szerint, és ahogyan bővül a tudományos ismeretünk, annál inkább ez erősödik meg, hogy nincs olyan átmenet, vagy valami olyan váltás, vagy fázisváltás, ami magyarázná azt, hogy melyik héttől, vagy melyik hónaptól tekintsük élőlénynek, vagy embernek a magzatot. Már az a pillanat, azt viszont tudjuk, hogy amikor két 23 kromoszomával rendelkező ivarsejt találkozik egy olyan 46 kromoszomából álló új
jelenség jön létre, amely soha nem volt addig ebben a kombinációban, megismételhetetlen a változatosság miatt, ami van a világban és az emberi egyetben, és ezt emberi lénynek lehet már mondani abban a pillanatban, amikor ez létrejön. Ráadásul egy azonnali program indul el, órákon belül már elindul az a bizonyos osztódás, amit hallottunk. De ezért ez egy rendkívül nagy felelősség teljes terület, és ezt, akik így döntenek, hogy mesterséges megterményként is szeretnének vállalni, ez vállalható döntés, de bizonyos kritériumokat, szabályokat fontos leszögeznünk, és kérni azt az intézetet is, hogy ezt fogadják el lelkiismereti okokból. Én úgy tudom, hogy ezeket elfogadják. Tehát én keresztény meggyőződésem az, hogy csak annyit szabad megtermékenyíteni, amennyit biztosan be fognak ültetni az anyamékbe. Semmiképpen nem elpusztítható egy már megtermékenyített petesejt, mert az már egy életnek a lehetősége, csak a táptalajon és az időn múlik, hogy abból gyermek lehet. Tehát ezt már én kvázi abortusznak tartom, vagy legalábbis ahhoz hasonló. Ugye abort szó az azt jelenti, hogy megszakítás, tehát megszakítunk egy életet, ezt annak tartom. Én a fogyasztással kapcsolatban is nagyon, hogy mondjam, kockázatosnak tartom ezt tenni, bár az utóbbi években hallottunk már olyan esetet, hogy 20 év után felengedtek, vagy felolvasztottak, hogy így egyszerűen 29. mondjunk, hogy több is van, igen. Sőt, Amerikában vannak már intézetek, akik kimondottan támogatják, úgy hallottam, hogy keresztény jellegű intézetek, igen, is vannak. Van már egy testvérpár is, aki 3 év különbséggel született meg, de ugyanabból a megtermékenyített lombikból termékenyültek meg, valamikor 21-22 évvel ezelőtt. Tehát ez biztató és jó hangzik, de mégis azt mondom, hogy a fagyasztásnak nagyon nagy kockázatot vállalunk. Kockázatot vállalunk, hogy esetleg a fogyasztás során valami hiba merül föl, és nem akartuk, de mégiscsak elpusztítjuk a megtermékenyült petesejtet. Mi van akkor, hogyha valami meghibásodás történik menet közben a fagyasztás során, valamilyen katasztrófa történik abban az intézményben, ahol ezt tárolják vagy vigyáznak rá. Tehát én ebben már látok némi kockázatot, és óvatosan kezelném ezt. Én annak a híve vagyok, hogy biztosra menjünk, hogyha már bevállaljuk ezt a nagy felelősséggel járó dolgot. Egyébként még egy mondatot hadd mondjak, hogy azért is vállalható be véleményem szerint a mesterséges megtermékenyítés, ugye az, hogy vegyük úgy, hogy nem spontán megtermékenyítés, úgy fogalmazzuk, hogy amikor Isten megteremtette az embert, ugye azt olvassuk, hogy megáldotta őket, és azt az utasítást, vagy azt az áldást helyezte rájuk, hogy uralkodjanak, vegyék birodalmuk alá az egész természetes világot, vegyük úgy, ezt úgy, hogy az orvostudomány is gyakorlatilag ezt teszi, hogy birodalma alá veszi, megismeri, és az emberiség hasznára próbálja kamatoztatni, vagy működtetni a természetet. És utána azt is mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, tehát úgy is felfoghatjuk, hogy az emberre bízza Isten, hogy hajtsa birodalma alá, ismerje meg azt, amit ő teremtett, hasznosítsa, és a sokasodás és a szaporodás céljaira is tudja állítani. Tehát ezek is, azt gondolom, hogy ezek az igék is, ezek a bibliai idézetek is erősítik azt a megállapítást, hogy nyugodtan elfogadható ez, de csak annyit és úgy lehessen, amennyit beültetnek, és amennyi megfogan. Egyetértek azzal, amit Katalin mondott, hogy a vetéléshez hasonló, a természetes vetéléshez hasonló az úgy elveszített megtermékenyített petesejt, amit nem tudatosan azzal a céllal teszik, hogy elpusztuljon, hanem menet közben pusztul el. De nyilván mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ez ne történjen meg. Mi keresztényként nem, tehát meg lehet nézni, genetikai elemzést lehet végezni, de nem azzal a céllal, semmiképpen ne azzal a céllal tegye egy keresztény, hogy egy alternatíva lehessen az élet vagy a nem élet között, hanem esetleg olyan céllal felmerülhet, hogyha a családban van egy ilyen halmozódás például, hogy előre fel tudjon lélekben készülni, és ne ott szembesüljön a szülésnél
az anya azzal a helyzettel. Számos olyan példa van, hogy genetikailag kiszűrtek, pozitívnak találtak, valamilyen genetikai károsodást fedeztek föl, és közben egy egészséges életetnek adott, egészséges gyermeknek adott életet az anya. Tehát nagyon sok ilyen eset van, nem alternatíva egy keresztény számára egy megtermékenyített petesejt, vagy egy embriónak, vagy egy magzatnak azért az elpusztítás, vagy a megszakítás az életnek, mert valamilyen genetikai rendellenesség áll fönn. Két dolgot szeretnék csak hozzátenni. Az egyik ugye a mesterséges megtermékenyítés során a fagyasztásos eljárás kapcsán a tanulmányunkban hoztunk talán egy jó használható analógiát, ez pedig a mesterséges kóma. Mert ugye ott a felnőtt személyek vonatkozásában végső eszközként az élet megmentése érdekében alkalmazzák ezt az eljárást, és pont egy olyan kérdéskört dolgoztunk fel, hogy mi van akkor, hogyha a édesanyja például rákkal szembesül, és a rákkezelés során ugye nem tud gyermeket vállalni, de akkor lehet egy olyan eset, lehetőség, hogy a fagyasztásos eljárás igénybe lehessen venni. Ennél egyik a másik pedig, hogy úgy gondolom, hogy a magával, a technológiával kapcsolatban már három érdekes innovációt említettem, és a negyedik az pedig az inkubátornak a története lehet, hiszen a gyakorlatilag az 1880-as évek végén alakult ki ez az elképzelés, hogy hogyan lehet a koraszülött gyermekeket megmenteni, és egészen a 60-as évekig gyakorlatilag a modern egészségügy nem tudta befogadni ezt a technológiát. Ennek részben az volt az oka, hogy aki úgymond népszerűsítette ezt a technológiát, az gyakorlatilag egy cirkuszi mutatványként használtam a koraszülött gyerekeknek a bemutatásával, úgymond ezzel egy ilyen cirkuszi eseményként tudtak bevételt szerezni annak érdekében, hogy egyébként egy napi 400-500 dollárnak mostani értéket mondom, dollárnak megfelelő költségeket tudták működtetni az akkori inkubátorokat az 1940-50-es években, és csak a 70-es évek második felétől terjedtek el a koraszülött osztályok. Hozzáteszem, hogy ahhoz képest, hogy egyre gazdagabbak vagyunk, és egyre magasabb az életszínvonal, és egyre tovább élünk, mégis egyre több koraszülött gyermek születik a fejlett országokban is. Tehát, hogy nem csökkenni fog, azután nőni fog ez az igény. Tehát én úgy gondolom, hogy a tágabb kontextus az azért is fontos, hogy ezeket a nagyon komplex, nagyon szenzitív kérdéseket jobban megértsük, és jobban el tudjuk fogadni a különböző álláspontokból azokat az előremutató elemeket, amelyek egyébként valóban megalapozottak. Ugye a tanulmányban az is olvasható, hogy a különböző keresztény felekezetek, illetve a zsidó vallás hogyan áll hozzá ehhez a kérdéshez. Ön mit gondol, hogy a kereszténységnek van akkora befolyása, hogy ezzel akár lehet társadalmat formálni, hogy ők mit gondolnak erről a kérdésről? Határozottan igen. Tehát azt gondolom, hogy Magyarország egy keresztény gyökerekkel, egy keresztény vallással, most teljesen értve az abszolút kereszténység gondolatát, mindenképp fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy a vallási vezetőink mit mondanak. Tehát arra is figyelünk, hogy a politikusok mit mondanak, de az, hogy az átlag ember odakint az utcán, mondjuk különösen vidéken, fölkapja a fejét arra, hogy egy vallási vezető mit mond, vallás-erkölcsi tételekre gondolok, azt gondolom, hogy van, abszolút van, nagy mértékben van véleményalkotó, morális tartást adó hatása. És ugye megnéztük pontosan ezért, mert nagyon érdekes és izgalmas az, hogy van egy diszonancia, tehát a katolikus egyház, illetve a protestáns egyházak szemlélete között, hogy ugyanarról a dologról beszélünk, ugyanaz az alapaxióma, hogy az élet védelme érdekében és az emberi élet méltósága véget az egyik keresztény egyház tilalom alá helyezi, a másik pedig ugye sokkal megengedőbb. Nem javasolja azt, hogy azonnal rohanjunk, de úgy fogalmaznak, hogy a lágyabb kezeléseket követően, amelyek nem járnak sikerrel, akkor lehet egy ilyen drasztikus beavatkozáshoz fordulni. Tehát ne, és ezt azt gondolom, hogy tanulmányok és egyéb
kutatások is igazolják azt, hogy az a házaspár, aki folyamodik egy ilyen gyógyászati eljáráshoz, egészen biztosan nem az eugenika jegyében ül le a meddőségi centrum képviselőivel, orvosaival, gyógyászaival, hanem azért, mert egész egyszerűen gondban van súlyos teher a gyermektelenség. Intim kérdés ugyanakkor, hogyha már egy bizonyos ideje együtt él egy házaspár, és nincs gyermek, akkor jön a kérdés. És ezek tapintatlan kérdések nagyon sokszor, és próbálják ugye hárítani a házaspárok. Tehát én csak utalni szeretnék arra, hogy azért is nagyon fontos, hogy a vallás képviselői hogyan nyilvánulnak meg, és miként fogalmaznak, mert a házaspárokon belül, ezt meg is írom a tanulmányban, erre utalunk, a házaspárok halmazán belül egy sérült kis közösséget látunk, akik hát fogyatékkal élnek, azt gondolom. És keresztény emberként fogyatékos személyekhez, fogyatékkal élőkhoz empátiával fordulunk, és nagyon érdekes és különleges volt, amikor a protestáns egyházaknak az erre vonatkozó segédanyagát, tehát nem is direktívát fogalmaznak, hanem tanácsadói segédanyagi szövegről beszélnek, úgy fogalmaznak, hogy óva intenek minden lelkészt attól, hogy megítéljék nagyon szigorúan azokat a házaspárokat, akik fontolgatják, hogy a mesterséges megtermékenyítésre szánják el magukat, mert hogy óvandó az a közeg, és nagyon érzékeny az a közeg, akik ugye ezzel a súlyos teherrel élnek együtt. Megnéztem néhány kutatást, szociológusok mérték fel azt, és nagyon érdekes, hogy leginkább a fórumokat nézték meg, ahol a meddőségi centrumoknak a különböző fórumait a beavatkozáson résztvevő asszonyok ott beírják a véleményüket, és ebből is kiderül az, hogy társadalmilag elfogadott, viszont ami azt gondolom a mi dolgunk is, mindannyiunké, hogy egyrészt beszéljünk róla, másrészt pedig, hogy ezeket a fogalmi zavarokat és félreértéseket minél előbb tisztázzuk, illetve vizsgálni kell azt, és súlykolni az érintettek irányában, hogy az embrió nem dolog. Tehát dologias kommunikációt lehetett megfigyelni a páciensek oldaláról, annak ellenére, hogy meggyőződésem, hogy aki éppen küzd, és tudom, tehát aki éppen küzd, hogy sikeres lombik programon vegyen részt, az szeretettel és aggodalommal gondol a leendő gyermekeire, és meggyászolja, és megszenvedi, nagyon súlyosan megszenvedi azt a helyzetet, amikor mondjuk nem sikerül. Tehát igen, azt gondolom, hogy van társadalomformáló ereje a vallási vezetőknek, a vallásnak, és ugye nem esett szó, de külön megköszönöm Oberlander Baruch főrabbinak a közreműködését, mert megnéztük a zsidó egyháznak, hát ha lehet ilyet mondani, zsidó vallásnak az iránymutatásait. Ilyen egyenes direktívát vagy egyértelmű parancsolatot nem fogalmaznak meg, viszont a főrabbi úr egy háromrészes cikk sorozatot adott közre 2017-ben, ahol elmondja azt, hogy a biblikumra hivatkozva, hogy gyümölcsözzetek és sokasodjatok, illetve a gyógyításnak a micvája, hogy az elesettet és a szenvedőt azt segíteni kell és gyógyítani kell minden eszközzel. Ezért ő úgy gondolja, hogy az a házaspár, aki nagyon hosszú idő után nem fordul a meddőségi centrumokhoz, az fontolja meg tulajdonképpen. Tehát, hogy nem bűn. Tehát nem egy Isten ellenes cselekedet megfontolni azt, hogy felelősen mondjuk ezt a biblikumi parancsot, hogy gyermeke legyen egy házaspárnak, ezt a zsidó vallású embernek, ugye az ortodox zsidókról beszélünk, kötelességként teljesítenie kell. Ezzel is magyarázható az, hogy Izraelben nagyon fejlett a technika, illetve elég magas a beültetések száma, illetve az, hogy nagyon sok klinika létezik, ugye talán a világban ott a legtöbb. Tehát ezt a két vallási közösséget néztük meg, az iszlámot nem néztük, arra már végképp időkeret és egyéb lehetőségek sem voltak adottak. Tehát az egy komolyabb kutatási időszakot igényelhet. A személyes véleményem az, hogy nagyon jó dolog, hogy az, aki rászorul arra, hogy segítsenek a gondján, a betegségén, a baján, a helyzetén,
hogy arra ma Magyarországon van lehetőség. És ez kiki saját önálló felelőssége, ha vallásos, ha nem vallásos. És biztos vagyok benne, hogy mindenki nagyon erőteljes és komoly megfontolás tárgyává teszi, amikor belevág egy ilyen gyógyászati lehetőségbe. Tehát semmiképpen sem gondolnám, hogy meggondolatlanul és azonnal rohanva futnak a házaspárok a centrumokhoz, hogy most azonnal. Persze van egy ilyen hangulat, hiszen az ember, hogyha 5-10 évig szenved azért, hogy gyermeke legyen, akkor valóban érthető az a fajta türelmetlenség és pszichés állapot, ami ezeket a házaspárokat nyomasztja. Még egy utolsó gondolat, azt gondolom, hogy utókezelés is szükséges lenne. Tehát, hogy aki átesik egy ilyen folyamaton, és mondjuk elpusztulnak embriói, akár természetes szelekció révén, vagy nem megy vissza, mert ugye erre is van példa, hogy nem mennek vissza az embriókért a klinikákra, akkor ott is ugye valamilyen forma, az is egy nagyon súlyos etikai teher az adott házaspárra nézve. És még egy utolsó gondolat, hogy ugye szó is esik róla, hogy a prevenció. Azt gondolom, hogy erről nagyon sokat kell beszélni, és már nagyon korán, az iskolában, az iskolapadban. Nagyon gyorsan nőnek a gyermekeink. Rendkívül sok és rengeteg fölösleges információt is kapnak. De nem tudják azt, hogy hogyan öregszünk. Tehát mert ugye azt látjuk, hogy mindenki szeretné megőrizni az egészségét, fiatalságát, de az, hogy a szerveink hogyan öregednek, tehát az, hogy ezt szoktam így mondani a baráti körben is, meg néha így nagyobb plénum előtt ugye oktatjuk ezt a témát az egyetemen, hogy egy nő, hogyha látja, hogy megjelenik néhány szarkaláb, akkor fut azonnal és megoldja mindenféle eszközökkel, mert hogy hát ez látszik. De ha tudná ez a nő, hogy a petefészek és a méh ugyanígy öregszik, csak hát éppen nem látja, akkor meggyőződésem, hogy sokkal korábban elkezdene egyrészt figyelni önmagára, másrészt pedig a család alapításnak a gondolata, a vágya az erőteljesebben jelenne meg. Úgyhogy lassan az időnk végéhez fogunk érni. Még azt hagyd tegyem fel azt a kérdést, aztán hagyok még időt reagálni is, hogy olvastam a tanulmányban egy olyan érvet is, a katolikus egyház részéről volt egy ilyen vélemény, hogy azért sem támogatandó a nem spontán megtermékenyítés, mert hogy nem a házas élet keretein belül jön létre az élet, hanem egy harmadik személy is bekapcsolódik, úgymond a folyamatba, egy segítő személy. Te mit gondolsz erről, Zoltán? Ez mennyire problémás? Az egyik fő aggája valóban, én is úgy tudom, a katolikus egyháznak az, hogy egy harmadik személy mesterségesen, most akkor vegyük ezt a szót mégis itt ebben a kontextusban, beavatkozik, hogy szabad-e ilyet tenni, hogy egy orvos kiválaszt egy petesejtet, és kiválaszt egy himivarsejtet, és aztán azt találomra megtermékenyíti. De ha megnézzük a természetes folyamatot, akkor látjuk, hogy a véletlenszerűség ilyen értelemben adott, és megvan. 400 ezer petesejtel születik minden hölgy, és az egész életében ott van, és ebből kb. 400-nak van esélye egyáltalán, hogy az megérve, ugye a menstruáció alatt zajlik ez folyamat, kb. 30-35 éves folyamat, 28 naponta, és annak a 400-nak van esélye, amik elindulnak a megérett petesejtek, hogy abból történjen, ha megfogan, akkor élet jöjjön, és megszülethessen egy gyermek. A férfi oldaláról még érdekesebb a dolog, ott pedig kb. 100-150 milliónyi himivar sejtre van szükség ahhoz, hogy biztosan elérjen a petesejthez egy nemi aktus során legalább több ezer olyan himivarsejt, aki közvetlenül ott a petesejt körül van, és abból a több ezerből találomra érkezik be egy, nyugodtan mondhatjuk, hogy véletlenszerűen. A mostani ismereteik alapján ez a fajta véletlenszerűség, ez létezik, különben nem lenne szükség ilyen nagy számokra és ilyen helyzetre. Tehát ilyen értelemben az orvosi beavatkozásnak ez a fajta véletlenszerűsége ugyanúgy érthető és érvényes, tehát én nem látok ebben problémát, hogy ez így történik, és ne felejtsük el, én is egyetértek, amit Katalin mondott azzal, hogy egy legvégsőbb megoldásként vegyük a meddőséget, hogy egy pár már végigmegy annyiféle
küzdelmen és próbálkozáson, a legegyszerűbb dolgokon, esetleg pszichológus bevonásával ajánlatos egyébként, mert sokszor a stressz, sokszor az aggódás, a félelem is kiválthat meddősséget, érdemes gyógyszereket megvizsgálni, és sok mindent ki kell zárni, és hogyha már mindenki van zárva, ez a bizonyos inszemináció is túl van, a hölgy, ahol megpróbálták már természetesebb módon is a megfoganást segíteni, akkor egy végső megoldásként ott legyen a nem spontán megtermékenyítés. Én azt gondolom, hogy ez bevállalható, és így végig gondoljuk, akkor érthető, hogy ez így keresztény szemmel elfogadható. Nem tartom helyesnek ezt a fajta, mindenképpen túlzott védelemnek látom azt, amit a katolikus egyház az emberi méltóságra, az életvédelemre hivatkozva mond. Ezt a fajta felhatalmazást megkapta az ember, arra már nincsen felhatalmazása, hogy megtermékenyedt petesejteket, nek az a folyamatát meggátolja, hogy elpusztítson már megfogant petesejtet, ahogy erről már beszéltünk, de minden másban a határon belül van mozgástere és felhatalmazása. Kolovászi Lászlónak adnám meg a végszót, és arra kérném majd, hogy miután elmondta, amit szeretett volna, akkor mondja el azt is, hogy hol találják meg a hallgatók ezt a tanulmányt majd, hogy aki szeretné elolvasni, az megtehesse. Akkor visszafele kezdeném. Én ezt átadnám Katalinnak, hogy hol lehet meg pontosan elolvasni, mert ő a kötetnek a szerkesztője is. Én csak társszerző vagyok ebben a történetben, ebben nagyon megtisztelő és nagyon komoly történetben. Két rövid reagálást engedjenek meg. Az egyik az, hogy az óvatosság, túlzott óvatosság kapcsán, ugye én katolikus vagyok, és én úgy gondolom, hogy egy 2000 éves intézmény kapcsán de nagyon sok minden történt az elmúlt 2000 évben is, és csak a 20. században, hogyha azt látjuk, hogy az eugenika mit hozott, milyen hova futott ki, és milyen tragédiákhoz vezetett, így a fajnemesítés technológiája volt, ami egyébként az Egyesült Államokból indult el, és a Nyugat-Európában terjedt el a 10-20-as években, tehát a nagyobb kongresszusokat Londonban és New Yorkban tartották annak idején. Tehát, hogy van egy ilyen típusú óvatosság, ami indokolható lehet. Ugyanakkor ebben a tanulmányban pont azt mutatjuk be, hogy a technológia olyan gyorsan fejlődik, és tulajdonképpen az óvatosság esetleg még fokozottabban indokolt lehet, hiszen olyan gyorsan fejlődik, hogy most már azok a korábbi félelmek, azok a korábbi narratívák vagy kérdések, amelyek valóban etikai problémákat vetettek föl, egyre inkább kezelhetővé válnak, és ez viszont azért fontos, hogy most beszéljünk ezekről a kérdésekről, mert akkor jobban elfogadottabbá tudjuk tenni valamennyi szereplő számára. És még egy utolsó megjegyzés, hogy ugye a fogyatékossággal élő embrióknak a kérdése. Én 8 évet dolgoztam, mint ENSZ fogyatékosságügyi szakértő, és pontosan tudom, hogy például ma már, azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor 50 milliárd dolláros értéket képvisel az a egészségügyi szektor, ami a méhen beülni beavatkozások, orvosi műtéteknek a területét érinti. Ma már egy néhány hetes mozdulaton is lehet olyan beavatkozásokat elvégezni, amivel úgymond egészségessé tehetőek a fogyatékkal élő vagy beteg mozdulatok, annak érdekében, hogy egészségesen szülessenek meg. Tehát ebből is látszik, hogy az abortusznak úgymond az orvosi indokoltság, ha így lehet fogalmazni, egyre kisebb és egyre kevésbé elfogadható, pont éppen a technológiának köszönhetően. Tehát úgy gondolom, hogy ez a tanulmány egy nagyon fontos első lépés lehet annak érdekében, hogy egy olyan párbeszéd és egy olyan diskurzus alakuljon ki, ami már ezt a tárgyal kontextus és mindenkinek az érzékenységére és mindenkinek a etikai, morális fenntartásaira is tudjuk válaszolni. Hát akkor a jogállampolitika, ez egy jog és társadalom filozófiai folyóirat és a Széchenyi István Egyetemnek a Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Karának a saját folyóirata, és az egyetemnek a könyvesboltjában lehet a Győrben, az Universitas könyvesboltban lehet ugye majd elérni, hogyha valakinek esetleg szüksége lenne, akkor tudok majd ebben segíteni tehát.
Nagyon szépen köszönjük. És nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak itt a Hit Rádióban, dr. Szoboszlai Kis Katalin, habilitált egyetemi docens, Széchenyi István Egyetemen etikát, filozófiát tanít jogász hallgatóknak, Lovászi László, Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, ENSZ emberjogi szakértő volt a vendégünk, és dr. Németh Zoltán, orvos és lelkész. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönjük. Köszönjük.